Az elmúlt években jelentősen visszaesett a könyvolvasó felnőttek aránya Magyarországon, és a felnőtt népesség több mint fele, 58%-uk soha vagy szinte soha nem vásárol könyvet, és csupán 1% azok aránya, akik havi rendszerességgel teszik ezt. A költési szokásokat is vizsgálták a könyvkedvelők körében. Ez alapján a vásárlók átlagosan közel 13.000 forintot költöttek könyvre a felmérést megelőző egy hónapban. A nyomtatott könyvek továbbra is tartják a piaci dominanciájukat. Az elmúlt egy évben az online válaszadók 97%-a vásárolt papíralapú könyvet, e-könyvet közel 30%-uk, hangos könyvet pedig 8% vásárolt. Az olvasási kedv visszaesését azonban a könyvtárban kevésbé érzékelik. A beiratkozott olvasóink száma az évről évre növekedett, tehát tavaly évvégén több mint 16.000 beiratkozott olvasónk volt, most jelenlegi állás szerint 11.374 beiratkozott olvasónk van, ezt ha a tavalyi ugyanebben az időszakban mért adatokhoz hasonlítjuk, akkor még emelkedett is. Tehát a beiratkozott olvasók száma nem csökkent, a kölcsönzések száma az igen, a pandémia miatt. A rendszeres olvasók körében továbbra is a szép irodalmi művek és a szórakoztató irodalom a legnépszerűbb műfaj, de más témájú könyveket is előszeretettel olvasnak. Szeretik az olvasók a családregényeket, történelmi kalandregényeket, romantikus szerelmes könyveket, ezotéria, önfejlesztés, pszichológia témakörben kölcsönöznek, ugyanez a gyerekeknél, tehát a gyerekkönyveket is folyamatosan viszik és kölcsönzik, nagyon közkedvelt könyv a Bartos Erika könyvei, Anna Peti és Gergő Leiner Laura könyvei. A társadalom átalakulását, változását jelzi az is, hogy előszeretettel használják az elektronikus dokumentumokat. A könyvtár igazgatója kiemelte, az elmúlt 9 hónapban közel 325.000-en használták ezeket. De nem csak a könyvek, az újságok olvasása is kezd háttérbe szorulni. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság piackutatásából az derül ki, a hagyományos sajtóból való tájékozódást robbanásszerűen felváltotta az internet. 2019 végén már több mint 6,5 millió internetező volt Magyarországon. A 10 évesek között 10-ből 7-en rendszeresen a világhálóról tájékozódnak. A 30-asok fele is úgy nyilatkozott, hogy nagyrészt vagy kizárólag így informálódik.